Na nézzük, talán most Szakálya labdával. 16-oson belül most már Szakálya csellel. Jön a beadás, ott a helyzet, kapufa, és a kipattanóból megszerzi a vezetést a Puskás. 2-1-re vezet tehát a vendégegyüttes. Perosevic érkezett végül a kipattanóra. Szakály jól csinálja, beadja, ott a fejes üres kapuban kapufa. Szécsi sokat vár, hogy megfogja. Perosevic megelőzi. Már ezt illet volna befejelni igazából, itt pedig mire Szécsi leér, addigra Perosevic bekotorja a labdát.